Szeretettel köszöntöm Önt, kertszelemnek a függéket összegyűjtő oldalán, a füge kategóriában. Igazából egy-egy növényre ritkán szoktam kategóriát felépíteni, de a füg az történetesen ilyen, nem csak azért, mert van szeldelt levelű, meg színes termésű, meg bordó termésű, meg törzsenevet, meg bokornak kialakítható, hanem azért is, mert azt vettem észre, hogy a füg az így valahogy így a magyar kertmisztériumban így benne van. Ugye a 2017-es januári extrém hidegek azok nagyon megpróbálták a hazai fügéket, hát nagyon sokan ki is fagytak, esetleg többből tudtak újrahajtani, úgyhogy itt most ebben a kategória videóban is mindenképpen el szeretném mondani, hogy a füge élete az ott dől el, hogy hova tegyük, hová tesszük, tehát nagyon fontos az, hogy nálam jó minőségű, szép, előnevelt, begyökeresedett fügéket tudnak válogatni, illetve vásárolni. Hát hadd mutassam meg, hogy például mondjuk, hogyha valaki ezt a példányt kapja meg, mert ezt viszem ki a kertszeretem teherautójával, akkor kérem szépen, hát ön nyert. Már tele van nagyon szép füge termésekkel, amik jó eséllyel idén be fognak érni. De akár mondjuk ön például egy csíkos fügét vásárol, például itt van mondjuk egy nagyon szép kép, nézzék meg, látja, tehát csíkos termési füge. Ugye ezek itt általában ugye az inkább az ilyen füge fának, itt pont ilyen, itt most ősz van, ugye már kezdenek ugye sárgulni a levelek, ez ugye pont egy ilyen szeldelt levelű füge, itt találhatók ezek az oszloposnak, vagy inkább az ilyen fügefának megnevelendők, és hát itt lent lehet látni ugye azokat, amik mondjuk inkább ilyen bokornak való, akár több törzsű, és azt, hogy tudjuk, hogy az, hogy fügefa, azért az ugye ez egy kicsit egy ilyen ráaggatott elnevezés, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megneveljük a törzsét. Ezt látom, amire elkezdjük a kertészetbe, de hogyha ön egy bokorméretű fügefát vásárol, vagy fügeboklot, abból is nagyon szép fügefát lehet nevelni. Egy biztos, jellemzően konténeres kiszerelésben, 2-3 liter, de vannak 5-8-10 literes fügebokraim is. Különböző fajtákkal állok az önök rendelkezésre, az ön rendelkezésére, úgyhogy ki tudja választani azt a fügét, ami a leginkább megfelelő önnek. Bármikor az év 10-12 hónapjában el tudja ültetni. Öntözze, és az nagyon fontos, hogy jó helyre tegye, tehát déli fekvésben, gyorsan, jól felmelegedő helyszínre, és az első években különösen intenzíven öntözze a nyári időszakban, és hogy jó alaposan be tudjon gyökeresedni, minél hamarabb otthonra találjon, és hát ugye nem véletlenül a szerelmünk, ez iránt a mediterrán szépség iránt, mert ugye megjelenésében is egy nagyon jól egy sarkot ki lehet vele tölteni, mert maga ugye a terméséért is nagyon szeretjük ültetni, úgyhogy hát sok sikert kívánok önnek, találja meg azt a fügebokrot, azt a fügefát, amit aztán szívesen látna a saját kertjében.